Magyarnak születtél, és ez akár hiszed, akár nem, felér egy lottóötössel. A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét. Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél. Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele. Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál. Ha megérted, megérted, miért élsz. Megérted az emberi élet célját, a világegyetem felépítését és szerkezetét. Megérted az összes vallás közös alapját, és senki nem tud többé félrevezetni azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba. A magyarságod másrésztről kötelez, és felelősséget jelent a föld többi népeivel szemben. Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál. Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető. Megtudhatod, hogyan keletkezett a világ magyarul, megtudhatod, létezik-e Isten, és hogy milyen a világegyetem felépítése. Ez a tudás az alapja a fizikának, a biológiának, a matematikának, vagy éppen az asztrológiának, számmisztikának. Aki ezt nem érti, nem értheti teljességükben a tudományokat sem, mert összefüggések nélkül az egész mit sem ér. Aki viszont megérti, annak mindegy, hogy hangokkal, színekkel, számokkal vagy épp bolygókkal van dolga, ráismer az összefüggésre. Ezt a tudást tanítja nekünk a régi magyar díszítőművészet, ősi táncaink, dalaink, meséink, sőt még az ünnepi ételeink is. Ez a tudás az alapja szinte minden földi vallásnak és kultúrának. Az értő szem mindezt azonnal felismeri, és nem a különbségeket, hanem az egyesítő erőt keresi. Az egyesítő erő pedig az az erő, amely emberhez méltóvá teszi a földi világot. Mielőtt komolyabban belemerülnénk a témába, tisztázunk néhány dolgot, amelyben szükséges egyetértenünk, mert ezeket a dolgokat itt nem tesszük külön bizonyítás tárgyává. Ha más véleményen vagy, nem baj, ám ekkor ez a film számodra nehezebben érthető. Az első. Isten létezik, hiszen létezik a világ. A teremtő neve magyarul nem sors, nem véletlen, nem univerzum, hanem Isten. A második. Végtelenül sok életet élsz. Ilyen értelemben soha nem halsz meg. A harmadik. Az erők mindig kiegyenlítődnek, ezért kivétel nélkül minden tetted mérlegre kerül, és a mérleg másik serpenyőjét neked kell kiegyensúlyoznod. Ebben nem a földi törvények a mérvadók, hanem a lelkiismeret törvénye. A világ keletkezésének számtalan történetét ismerjük a különböző népek legendáiból, és ezek a legendák egy dologban megegyeznek. Mindegyikük leír egy bizonyos geometriai folyamatot, persze más-más jelképrendszerrel. Ez a geometriai folyamat legtisztában a magyar teremtés történetben, és néhány magas szintű, ókori egyiptomi beavató gyakorlatban maradt fent. Amennyiben a leírt geometriát lépésről lépésre követjük, magyar rovásjeleket, és a jelekből kialakuló, a teremtéssel összefüggő értelmes magyar szavakat kapunk. Ami annyit jelent, hogy az egész történet alapja a magyar nyelv és rovás ABC. Az a tudás, amelyet a modern fizika ma a világ keletkezésének témájában képvisel, évezredek óta létezik a magyar nyelvben és ősi jelrendszerében. Nagyon fontos megértenünk és megtanulnunk ezt a folyamatot, mert alapok nélkül a magyar hagyományrendszer csupán szép mese, néhány törött kancsó, vagy egy újjáépített vályokház marad legtöbbünk szemében. Értsük meg, hogy itt sokkal többről van szó, mint hagyományőrzésről, és a tét sem csupán annyi, sikerül-e még egy vályokházat megmenteni az utókornak. Itt olyan tudásról van szó, amelyen a földi emberiség léte áll vagy bukik. Ez a tudás bizonyíték arra, hogy a legkülönbözőbb földi kultúrák és vallások magja bizony magyar, és hogy mindegyik vallás jelképrendszere ugyanabból az ősi központból ered. Amint az ősi központ újraéled és működni kezd,
Megszűnhetnek a kibékíthetetlen vallási ellentétek a világban, és az emberiség újra ráérezhet az egység nagyszerű állapotára. Ami maga után vonja, hogy senkit nem enged többé éhezni, fázni, szenvedni és nyomorogni, és senkit nem enged többé mások rovására, elképesztő gazdagságra szert tenni. Most pedig ismerjük meg lépésről lépésre a világ keletkezésének kizárólag magyar rovásjelekkel és magyar szavakkal leírható geometriai folyamatát. Ahhoz, hogy megértsük a következőket, mindenképpen ismernünk kell néhány rovásbetűnket és a betűk összeolvasásának módját. A rovásbetűkről fontos tudnunk, hogy formájuk nem véletlenül alakult ki, hanem a teremtés folyamatának lépéseiből. Akár azt is mondhatjuk, hogy mindegyik betű egy-egy teremtő parancs. Ezekből a jelekből őseink nagy előszeretettel építettek úgynevezett ligatúrákat, vagy összetett jeleket, amelyekben egész neveket, vagy akár egész mondatokat is egyetlen jelbe sűrítettek. Ilyen jelek nem csak síkban, hanem térben is léteztek, és ez nagyon fontos a továbbiak szempontjából. A rovásírás egyébként csak ritkán használ magánhangzókat. Ha a jelek között nem szerepel magánhangzó, a betűket automatikusan E hanggal olvassuk össze. A teremtés kezdete előtt csupán a semmi létezett. A semmi tartalmazta ugyan a valami lehetőségét, de a valami mégsem nyilvánult meg. A teremtő része volt a semminek, érzések, gondolatok és bármiféle tapasztalat nélkül létezett, ám még azt sem tudta, hogy létezik. Azután egyszer csak egy szent pillanatban, mert ez a pillanat valóban szent volt, a semmiben megmozdult valami. Létrejött az első mozgás, egy spirálforgás, és a világegyetemben azóta is minden dolog spirális forgómozgást végez. A spirál a magyar rovásírás O betűje. A teremtés legelső mozzanata tehát az O betűnk megjelenése, és hogy semmi kétségünk ne maradjon ez ügyben, nézzük meg, mit jelent az O szavunk önmagában. Azt jelenti ősrégi. Ez kiderül például az ókor, ódivatú, vagy mondjuk az ómama szavainkból. A legősrégibb dolog pedig mi lehetne más, mint a teremtés legelső lépése. Amikor létrejött az első spirál, azonnal megszületett a tükörképe is. A két spirál ellentétesen forgott. Ha a spirálok egymással szemben állnak, megkapjuk a szívjelképet, amely a világ minden táján a szeretet szimbóluma. Azért a szereteté, mert a két ellentétes spirál a női erőt és a férfi erőt is megjeleníti, a teremtett világ két pólusát. Az első spirál legelső körbefordulása egy újabb szót és egy újabb geometriát eredményez, mégpedig a jó szavunkat. A J betűnk egy kör közepén ponttal, az O pedig a spirál. Együttes olvashatuk jó. A jó szavunk ezért eredendően nem minősít, hiszen a teremtés első megtett körét jelenti. Így egészen más megvilágításba kerül például a bibliai teremtés történetnek az a mondata, hogy és látta Isten, hogy ez mind jó. Ugyanis a jó itt egyszerűen csak a teremtés első befejezett körciklusát jelzi. Ezt a pontot írásjeleink között egy mondat lezárásaként használjuk, amely ugyancsak tekinthető egy kész ciklusnak. A jó, vagyis az első teljes kör kijelölte a világegyetem kezdőpontját. Ebből a kezdőpontból azután két irányban azonos távolságra egymástól megszületett egy függőleges tengely, és a létrejött forma olvasata a szó szavunkat adja. O a spirál, és S a tengely. Együttes olvashatuk a szó. A szó szavunk eredetileg tehát a teremtés egyik alaplépését jelölte. Ma mindezt az írásjeleink között kérdőjelként használjuk. A következő lépésben a függőleges tengelyre merőlegesen is kivetül ugyanez a távolság, így létrejön egy vízszintes vonal, rovásírásunk R betűje. A keletkező forma olvasata pedig a szór szavunkat eredményezi. Ez a függőleges tengely,
U a spirálforgás, és R a vízszintes vonal. Együtt szor. És milyen érdekes, hogy a szorzás jele máig egy X, ami a jel formájából bizony egyértelműen látszik. Ugyanennek a jelnek az olvasata forgás nélkül a szer szavunkat adja. S a függőleges vonal, R a vízszintes, és mivel nincs mellettük magánhangzó, automatikusan E hanggal olvasjuk össze őket. Így lesz belőlük a szer. Az R betű ma a kivonás jele, a szer pedig az összeadásé. Azért az összeadásé, mert nincs benne a forgás, így a sokszorozódás lehetősége is hiányzik. A szer szavunk ugyancsak a teremtés egyik lépését szimbolizálja, így a szertartás, szeretet, szerelem szavaink pontos jelentése is érthetővé válik. Miután négy irányban kivetítettük a pontot, ezt a négy pontot összekötjük egymással. Az így módon létrejött alakzat olvasata a szerk szavunk. S a függőleges vonal, R a vízszintes, K pedig az összekötés eredményeként megjelenő rombusz. Együttes olvasatuk a szerk. A következő lépés a pontok újabb két irányba való kivetítése, amivel egy újabb tengelyt kapunk. Az így kialakuló forma olvasata szerkesz. Most az újabb pontok egymással való összekötése következik, amely rovásírásunk T betűjét adja. Így megszületik az oktaéder, amelynek teljes olvasata szerkezet. Amikor a szerkezet forgásba lendül, jó szerkezet válik belőle. A jó szerkezet nem más, mint a világegyetem működésének alapja, maga a téridő. Az a közeg, amelyben élni, tapasztalni tudunk. Az oktaéder 7 pontja tartalmazza a szivárvány 7 színét, az oktáv 7 különböző hangját, az ember 7 csakráját, vagy épp a 7 napjait. Maga a szerkezet is pontosan 7 lépésben születik meg. A magyar nyelvben nem véletlenül, éppen ezért 7 ágra süt a nap. A szerkezet maga a bölcsek köve, hiszen a benne rejlő tudás segítségével az ember megérti a világegyetem keletkezését, működését, ugyanis bármilyen egységét vizsgáljuk a világegyetemnek, ugyanezt a felépítést találjuk meg benne. Amint fent, úgy lent. Az oktaéder forgása természetesen soha nem áll meg, és ez a forgás 7 dimenziót hoz létre, a mesebeli hetet 7 országot. És hogy mi ebben olyan csodálatos, hisz látszólag csak egy kis mértan az egész. No hát az benne a csodálatos, hogy az egész folyamat magyar rovásjelekből és magyar szavakból áll össze. Az, hogy a világot elindító folyamat magyarul ó, vagyis nagyon-nagyon régi. Az első kör pedig jó, majd következik a szó és a szerkezet. Igen, mi tudjuk, hogy a szó teremtő erejű, és erre nekünk bizonyítékunk van. Azt is tudjuk, hogy a világ első és egyetlen igazán jó szerkezete maga a téridő. Így áll össze ugyanis a neve, térbeli ligatúrája magyar rovásjelekből. Minden teremtett dolog ebben a téridőben létezik. Az anyag legkisebb részecskéje az ember és a galaxisok egyaránt. Jó szerkezet az atom, egy ember és maga a naprendszer. Más népek mindezt addig nem érthetik meg, amíg meg nem tanulnak magyarul. Így módon a világ beavató nyelve bizony nem más, mint a magyar. Aki megértette a folyamatot, a következő mesében pontosan felismer minden egyes geometriai lépést, minden egyes mozzanatot, amely újabb bizonyítékkal támasztja alá az eddig megismert magyar teremtés történetet. Hol volt, hol nem volt, régen volt. A tetejetlen fa legtetején volt egy pázsitos domb.
A domb tetején állott aranyatyácska palotája. Ragyogott a pázsit a közeli aranyerdő. Atyácska kint ült a palota hétpántos kapujában, napfényes asztalánál. Roppant jobbja a támlás széke karján nyugodott. Hét hajfonata, mint tengeri füzér aláfolyt, lépes mézfényű arca nevetett, s nevettek nagy tavirózsa szemei. Jókedvű volt, mint soha máskor. Jókor délután befejezte napi sétáját. Lelt mézet 100 telekaptárral, a leshelyeken 100 evet vergődött a urokban, s a varsák mind teli voltak kövér potykákkal, meg piros szárnyú keszegekkel. Ekkor jókedvében hatalmasat kurjantott, valósággal zengett bele a palota. Hé, lurkok, hozzátok csak elő a vaskötelet meg az ezüst bölcsőt? Ma jókedvem van, s a bölcsőt a tengernek lebocsátom. Erre mi, királyfiak s királylányok, mind köré sereglettünk. Szerettünk volna egy szálig alárepülni az ezüst bölcsőben, egy kicsit hintázni. Aranyatyácska azonban nevetve szorította hátra a tülekedő gyereksereget. Várjatok csak, lurkók, lássam előbb, ki érdemli meg az ezüst bölcsőt. Ide elém, gyereksereg! Ó, te kis huncut holt királylány, tüske megtépte szép hímzett kötényedet, te csak állj hátra! Nobus a szél, király, de nagyon igyekszel, látom, vérzik a bal füled. Rókát fogtál, megint pedig megtiltottam. Ugor csak odébb. Hát te kis tűzkovács király, kormos a kötőd. Megint a kovácsoknál kújtorogtál. Eresd csak el a bölcsőt ízibe. Napkirály kis táltosom, te voltál a legszorgalmasabb, megfoldoztál 3 lyukas varsát, s megtanultad a varázsmondókákat. S ez a mostoha kis levegőtündérke 3 gombolyag hálókötőfonalat font az aranyrokkán. Adjátok ide a vaskötelet, a bölcsőt le is ereztem ízivel. Beültem levegőtündérkével, s az ezüst bölcső leereszkedett. A kék vízű óperenciás tenger felett függött. Ekkor atyácska erős torkú alszelet támasztott, hát a bölcsőt a szél jobbra taszította. Aztán erős torkú felszél támadt, hát a bölcsőt a szél balra ugrasztotta. Így hintáztunk 7 nap, 7 éjszaka. Ez volt aztán a hintajáték. Megtetszett a hintapalinta, a lenti világ. 7. este felkiáltottunk atyácskának. Hadd maradjunk lenn! Bocsássa le egy tutajt a tengerre, hogy legyen hol megállnunk. Atyácska menten lebocsátott egy tutajt. Alszelet támasztott, s a tutajt jobbra repítette, felszelet támasztott, s a tutajt balra terelgette. 7 újabb nap, s 7 éjszaka telt el. 7. nap reggel, ahogy levegőtündérke felébredt, így szólt hozzám. Azt támadtam, hogy atyácskánk egy kisfiút küld nekünk, hogy ne legyünk magunkban. Hát 7. nap reggel levegőtündérke elén tartott egy hüvelykpici embert, el is neveztük hüvelykpicinek. Lett aztán öröm, boldogság, kacagás, vigalom. Eltelt újabb 7 nap, 7 éjszaka, hát hüvelykpicin futna, szaladna, partra iramodna, hogy aranypontyot, piros szárnyú keszeget fogjon. De hiába fut, szalad, nincs farsája, amivel a halat megfoghatna. Menne az erdőbe, hogy nyulat, rókát fogjon, de hát nincs sehol erdő, de még egy boklocska sincs a közelben. Ekkor így szólott hozzám. Jó nap, király! Ha felszél fú, tutajunk jobbra szalad. Ha alszél fú, balra kanyarodunk. Életünk végéig így futkossunk jobbra-balra. Mit kéne tennünk, hogy ennek a bolond szaladgálásnak véget vessünk? Így válaszoltam. Látod, mi már lassan görbe-botra jutunk, s még tanácsot adni se tudunk. Hogy mit kéne tenni, kis emberfia, azt is mi nem tudjuk megmondani. Hanem eredj fel aranyatyácskához, majd ő szóval kiokosít téged. Hüvelykpicin ekkor kapta magát, és nyomban felmászott a tutaj végébe hajló ezüstrágon, nagy bátran atyácska asztal elé lépett, s 3-szor illemtudóan meghajolt. Aranyatyácska ekkor hajfonattal ékesített homlokát felé fordította, fehér gyöngysorra ékesített száját felnyitotta, s így szólt. Alsó földemberkéje, gyenge kezű kisfiam,
Talán csak nem étel-ital szűkiben vagytok len. Miért szaladtál fel ilyen lóhalálába? Hüvelypicin újra meghajolt, s így szólt. Nem éhezünk mi oda len, s nem is szomjúhozunk. Tanácsért jöttem hozzád, atyácska. Lásd, rozog a tutaj ez a lenti. Ha felszél fúj, jobbra repül, ha alszél fúj, balra löködik. Szeretnénk valahogy megtámasztani, de nem tudjuk a módját. Aranyatyácska lehajtott a szép fejét, s míg mellette főtt a hal a bográcsban, elgondolkodott, aztán így szólt. Kicsi fiam, egy búvárkacsa bőrét adom oda neked. Azt, ha magadra húzod, s a kék tenger vizébe alámerülsz, pázsitos szép földemet a tengerfenekéről felbuktathatod. Hüvelyk picin a kacsa bőrrel nyomban leereszkedett a tutajra. Ott lent belebújt, s alábukott az elérhetetlen fenekű tengervizébe. Úszott 7 nap, 7 éjjel, de földre csak nem akadt. Ám már nem bírta tovább a víz alatt, s lélegzetet venni feljött. Másodszorra már tovább bírta lent, de még akkor sem akadt földnyomára. Végre, amikor harmadszor is lebukott, s legtovább volt a víz alatt, íme megtalálta a keresettet. Jó csomót felmarkolt, s felgörgette. A víz színén a földarabka dagadni kezdett, s íme nagy föld lett belőle. Hüvelypicin másodszor is felgörgetett egy marékra valót. Addig kerekítette, addig formálta, amíg zúgó erdő nem lett belőle. Harmadjára is felgördített egy marékkal, abból meg rét támadt egy kerek tó két partján. Hüvelypicin ekkor gyönyörködve tekintett a szép földarabra, melyet a tengerfenekéről buktatott föl. Szép pázsitos föld volt, nagy rengeteg erdő vetett rá szép árnyékot. Egyetlen egy hibája volt csak. Úgy forgott, pörgött, akár az ördög matolla. Nem állt az meg egy helyben még egy pillanatra sem. Hüvelypicin nyomva szaladt az ezüst hágcsóhoz, és meg sem állt atyácska palotájáig. Ahogy odaért, menten elfújt a panaszát. Aranyatyácska, én a földet felhoztam a tenger mélyéből, de nem ér egy fabatkát se, csak kering, csak forog. Meg kéne valahogy állítani a bolond forgását. Atyácska lehajtotta a fejét, s kisvártatva így szólt. Nesze, kicsi fiam, ott van az a 4 cent hal. Fogd, neked adom ezüst gombos övemet is, azzal már csatolta is le a derekáról. Eredj vissza az alsó földre, állítsd a forgó földet a cethalak hátára, s kerítsd körül az övemmel. Meglátod majd, hogy attól fogva veszteg áll. A kisemberke szélsebesen lemászott az ezüst hágcsón, a 4 cent halat a föld alá állította, hát az legottabba hagyta a pörgést, forgolódást. Az ezüstővel körülkerítette, hát nyomban égigérő magas hegy támadt körös körül, ameddig csak az övel ért. Hüvelypicin megcsodálta a szép magas hegyet, de hamarosan megint elszomorodott, újra szaladt az ezüst hátsóhoz, s meg sem is állt atyácska asztaláig. Leborult előtte, háromszor meghajolt, s így szólt. Atyácskám, veszteg áll már a föld, szép hegy is támadott, de mégsem ér az egész egy fabatkát se. Mit ér a szép föld, ha nem laknak rajta? Aranyatyácska erre így válaszolt. Hamarosan éles csípős szelet támasztok, s ha a földre csillagos, vastag szemű hó hull, gyúrja abból emberi alakot. De előbb sárral összekeverd, s lábad kezet is formálj neki, ahogy illik. Így alkosd meg népemet. Aztán gyúrj lábas állatokat, formálj szárnyas madarakat, dagasz körmös jószágokat, így alkozd meg állataimat, madaraimat. Mire hüvelypicin lejutott, vastag hótakaró fette a földet, s ahogy atyácska meghagyta, rendre megcselekedett mindent. Hát, csodák csodája, a hóbábuk megelevenedtek. Belőlük támadt aranyatyácska népe. A kétlábú emberek járni kezdtek a földön. A 4 lábúak az erdőbe iramodtak, a szárnyasok felrepültek, s a körmös állatok egy szálig a bokrok alá bújtak. Hüvelypicin gyönyörködve pillantott aranyatyácska világára, de hamarosan elszomorodott.
Legott szaladt az ezüst hágcsóhoz, és meg sem állt atyácska napfényes asztaláig. Aranyatyácska, benépesült lenne a föld, tán sokan is vagyunk, mégsem ér az egész egy fabatkát. Mit tegyünk, ha éhesek vagyunk? Mit húzzunk magunkra, ha fázni fogunk? A négy lábúakra, s a madarakra mivel vadászunk? Atyácska hét hónatú szép kerek fejét lehajtotta, s míg főtt a hal a bográcsban gondolkodott, majd szemeit felvetve így szólt. Nesze kicsi fiam, fogd le néhány halat, a tavi halat a tóba erezd, a patak bérit a patakba, és mindjárt vadászni is megtanítlak. Erígy majd be az erdőbe, vágd le egy jó kemény hajló ágat. Hasítsd ketté, azután illeszd egybe a két darabot. Fogd ki a patakból jókora kecsegét, főzd meg bográcsban, s véle ragaszd össze az ágat. Így formálj íjat magadnak. Vadra vadászhatsz vele. Formálj vashegyű nyílvesszőt, s szárnyasra lőhetsz vele. Ha hajlós vesszőből kosarat fonsz, s behelyezed a patakba, a vízihal magától megyen abba. Az erdei vadnak nyúzd le a bőrét, s abból bundát csinálhatsz, bekecset formálhatsz. Akkor nem fogtok fázni többet. A kisfiú mindent úgy cselekedett, ahogy atyácska meghagyta. Eltelt hét nap, hét éjszaka, elkészítette az íjat, szaladt az erdőre, lőtt egy kövér nyulat, a patakból kihalászott egy lapos keszeget, és az emberek, a puszta fiai olyan nagy lakomát csaptak, hogy hét nap, hét éjszaka folyt a dáridó. Ettek, ittak, jól maradtak. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. A Föld keletkezésének mondája nem mese, hanem sokkal inkább a film első részében ismertetett geometriai folyamat pontos leírása, a téridő szerkezet létrejöttének története. Ebben a történetben a geometriai lépéseket jelképek helyettesítik. Az első függőleges irány például úgy születik meg, hogy aranyatya leengedi az ezüst bölcsőt. A vízszintes irányt a bölcső, majd a tuta jobbra-balra lengése jelképezi. A következő irány, amikor hüvelypicin lebukik a víz alá. Ezek a mozgások természetesen nem véletlenül, mindig háromszor vagy hétszer történnek. A spirálforgást a Föld megállíthatatlan pörgése mutatja, hiszen a hüvelypicin által felhozott Föld szünet nélkül megállíthatatlanul forog. A forgást a négy Z-hal és az ezüstöv állítja meg, ami a rombuszt eredményezi. A rombuszon ekkor megszületik a hegy, vagyis az oktaéder, és már is kész a jó szerkezet, a téridő. Ez a geometria nem más, mint a bölcsek köve. Az a tudás, amit minden mágus keresett, de mert nem volt magyar, soha nem találhatott meg. A tudomány hivatalos álláspontja szerint nincs Isten. Valószínűleg azért gondolják így a tudósok, mert nem találták még meg Istent egészében, és ezért nem is tudták szétszedni. Ha egyszer megtalálnák, onnantól kezdve bizonyára tényleg nem lenne többé, mert halára analizálnák, és utána az összetevőiből szeretnék újra összerakni. Persze kicsit másként, mint az eredeti volt. Például úgy, hogy az újrateremtett Isten segítségével sakban tarthatják mondjuk a világot.
Ha valaki igazán nagy tudós és elég mélyen ismeri a tudományok valamelyik területét, akkor szükségszerűen eljut arra a pontra, hogy hívővé válik. Mert már csak csodálni tudja a természet találékonyságát és tökéletességét. Aki tehát tudósnak vallja magát, ám nem hisz Istenben, valószínűleg a szakmáját sem műveli elég magas szinten. Az ember, az állatok és a növények nem lehetnek a vak véletlen művei, hisz olyan bonyolult a működésük, hogy még a töredékét sem értjük, nemhogy képesek lennénk hasonlót megalkotni. Az evolúcióról pedig csak annyit, hogy az elefánt már dédanyáink, sőt már a fáraók idején is elefánt volt, és azóta sem lett belőle fülemüle. Az Isten szavunknak létezik egy összetett rovásjele, ám mielőtt megnéznénk, tisztázunk néhány dolgot. Például azt, hogy az Isten szavunk elég régie, vagy hogy létezette a magyar nép Krisztus születése előtt. Gondolom legtöbben nevetnek a kérdésen, hisz természetesen a magyar nép létezett Krisztus születése előtt, és az Isten szó minden bizonnyal a legrégebbi szavaink egyike. Aki nem tudná, a tatárlakai leletek legalább 8000 évesek. Azért szükséges mindezt mégis világossá tennünk és kihangsúlyoznunk, mert a mi Isten jelünk kísértetiesen hasonlít a keresztre feszített Jézus jelére. Olyan kísértetiesen hasonlít, hogy nyugodtan mondhatjuk, a kettő tökéletesen ugyanaz. Márpedig valamelyik előbb volt, mint a másik, és ha a magyarság már létezett Krisztus születése előtt, akkor bizony a mi jelünk volt előbb. Ez az egyetlen tény fejére állítja a történelmet és az egész kereszténységet. Miért is? Azért, mert ebben az esetben a magyarok az idő kezdetétől tudtak az isteni eljövetelről, mi több, tán azt is tudták, hogyan végződik a történet. Ebből pedig az következik, hogy a kereszténység legalább azóta létezik, amióta magyarok élnek a Földön, ám az eredeti tanok nem nagyon hasonlítottak a kereszténység mai formájához. Most pedig nézzük meg, hogyan áll össze Isten magyar rovásjele, az I betű, az S betű és a TEN ligatúra egybeépítésével. Isten magyar rovásjele úgy alakul ki, hogy először az I betűnkhöz illesszük az S betűt, így megkapjuk az Is jelet, amely bizonyára nem ismeretlen számunkra, hiszen a temetőkben nagyon sok hasonló formájú fejfát találunk. Az Is jelhez csatlakozik azután a T betűnk, majd az N betűnk, így módon már is készen áll a ligatúránk, amelynek olvashata Isten. A TEN egyébként önmagában is állandósult jelkapcsolatot alkot. A magyar rovásbetűkből összeállított Isten jelünk formája tehát, mint látjuk, pontosan olyan, mint a keresztre feszített Krisztus jelképe. És ez a jel nálunk is pontosan azt jelenti, amit a Krisztus jelkép, hiszen olvasata Isten. Mindez természetesen nem lehet véletlen egybeesés, sem mondjuk az evolúció eredménye. Ez tény, mégpedig kereszt tény. A tény szavunkkal ugyanis olyan dolgokat jelzünk, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Ilyen tény hát a kereszt is, a teremtés első lépései között. Nincs vita, ez tény, akárcsak Isten magyar rovás jele. A kereszt ténység ilyen szempontból egészen más jelent, mint a manapság ismert jelentése.
Az eredeti keresztény tanok nem csak Isten magyar rovás jelét ismerték, hanem leírták a világ teremtését, a jó szerkezet, vagyis a téridő létrejöttét, és őseink azt is pontosan tudták, hogy a jó szerkezet alkotója egy hatalmas szellemi erő, akit Istennek neveztek. A jó szerkezet tartalmazta a Szent Hármasságot, Isten három formáját. Ha megnézzük az oktaéder forgását felülről, látjuk, hogy a körben változik az X-jel és az egyenlőszárú kereszt. Az erők három megnyilvánulása a kezdeti kör közepén egy ponttal, majd a körben az X-jel és a körben a kereszt. Így váltakoznak. Pont, X, kereszt. Pont, X, kereszt. A pontból kiárad az X-jel, fordul, és egyenlőszárú kereszt lesz belőle. Majd újra behúzódik a pontba, és ez így folytatódik végtelenül. Behúzódik, kiárad, egyensúlyba kerül. A három jel három magyar rovás betűnek felel meg. A kör közepén ponttal a J betűnk. Az X a B betűnk. Az egyenlőszárú kereszt pedig a D betűnk. A három betű három kozmikus erőformát jelöl. A kör közepén ponttal a behúzó női vízerőt, az X jel a kiáradó férfi tűzerőt. Az egyenlőszárú kereszt pedig a gyermek fényerejét, az egyensúlyt. Amikor ezeket a jeleket összeolvassuk, igen meglepő eredményre jutunk. A női erő olvasata J plusz O, vagyis jó, ahol J a kör közepén ponttal és O a spirálforgás. A férfi erő olvasata J plusz O plusz B, azaz jobb, ahol J a kör közepén ponttal, O a spirálforgás, B pedig az X jel. A gyermek erejének olvasata J plusz O plusz D, együtt jód, ahol J a kör közepén ponttal, O a spirálforgás, D pedig az egyenlőszárú kereszt. Magyarul mindez annyit jelent, hogy a jó szerkezet forgása három fázisban történik. Az első fázis jó, a második már jobb, és a harmadik a jód, másként a javad. A jód szó többföldi kultúrában megmaradt, mint az életerő neve. Ám a szó eredete azt gondolom most már nem kétséges, hogy magyar. A jó és a jobb után így módon létrejön az életerő. Amikor valaki a jódat, vagy másként a javadat akarja, a lehető legjobbat kívánja neked, életerőt. A három erő egyben egy nyolcágú csillagot alkot a körben, amelynek olvasata Doboj. Ez a nyolcágú csillag minden bizonnyal ismerős a keleti filozófiákból, mint a tan kereke. A dob a magyar hagyományban igen fontos szerepet játszott, hiszen mindenki hallott már a sámán dobokról vagy a táltos dobokról. Most már azt is értjük, miért éppen a dobnak volt ilyen kitüntetett szerepe. A doboj szavunk felszólítás arra, hogy hozzunk létre ritmust, idegen szóval frekvenciát. A ritmus ugyanis kialakítja a téridőt, a jó szerkezetet, azt a közeget, amiben élünk és ahol alkotunk. A jó szerkezet a teremtés alapanyaga. Az a kozmikus anyag, az a csillagpor, amelyből mindannyian születtünk. Az a Szent Hármasság tehát, amelyik ősi tudásunkban jelen van, elsősorban kozmikus erőformákat jelöl. Ám ezeknek a kozmikus erőformáknak e három betű, a J, a B és a D adja a nevét. A legegyszerűbben úgy válik egy betűből szó, ha elé tesszük a határozott névelőnket, ami ugye az A. Na most az igazán szent dolgokat régen úgy nevezték el, hogy oda-vissza olvasván is ugyanaz legyen a jelentésük. Ahhoz, hogy tükörszót kapjunk, a szó végére is oda kell hát tenni az A betűt. Nézzük egyenként. A női erő neve ilyen formán A plusz J plusz A, vagyis aja. A férfi erő neve A plusz B plusz A, együtt aba. A
fiú erőneve pedig A plusz D plusz A egyenlő Ada. Ezek a szavak nagyon-nagyon régen keletkeztek, és a hétköznapi beszédben létrejöttek a különböző változataik is. Hiszen a beszédben a B és a P, vagy épp a D és a T hangok alig különböznek egymástól, ezért gyakran átalakulnak egymásba. Így született meg az Aba név mellett az Apa, és az Ada név mellett az Ata, vagy lágyabban ejtve az Atya. A három kozmikus főerőt, a Szent Hármasságot tehát így hívták őseink. A női erő Aja. A férfi erő Aba, vagy hangzóváltással Apa. A gyermek pedig Ada, vagy hangzóváltással Ata, illetve Atya. A gyermek nevénél nagyon érdekes, hogy ha mellé tesszük a birtoklást jelző M betűnket, a következő szót kapjuk. Adam. Igen, igen, nem tévedés. Ádám nevét kapjuk, az első emberét. A három erő három állatjelképként és három csillagképként is megjelenik a magyar hagyományban. A női erő a hátra tekintő szarvas és a nagykutya csillagkép a Sirius-szal. A gyermek ereje a sólyom és a naprendszer, közepén a nappal. A tűzerő pedig az Orion csillagkép és a párduc. A Szent Hármasság egyik erőformája a női erő. A női erő azonban külön fejezetet érdemel, ugyanis a teljes kör kialakulásáig, magyarul a kiteljesedésig, összesen három fokozaton is keresztül megy. A kör kezdődik egy ívvel, folytatódik egy félkörrel, és befejeződik a teljes körrel. Ennek a három fokozatnak három jele létezik a rovás jeleink között. Az ív az N betűnk, a félkör az N betűnk, a teljes kör pedig a J betűnk. És milyen érdekes, hogy az első nő Éva angol neve éppen ív. Ezekből a betűkből is képezhetünk neveket az A betű segítségével, az előző részben már ismertetett módon. Így három nevet kapunk. A plusz N plusz A egyenlő Ana. A plusz N plusz A egyenlő Anya. A plusz J plusz A egyenlő Aja. A szűz, fiatal, érintetlen női erő, az ív neve így módon Ana. Ha a hold fázisaival jelöljük, ezt az erőt az új hold jelenti. A gyermeket nevelő félholddal jelzett érett női erő neve Anya. A bölcs nagyasszony neve pedig Aja, akit természetesen a teli holdfém jelez. Ez a három jelünk a női erő teremtésben betöltött fázisairól kapta a formáját, ám itt a Földön a hold fázisai töltik be ugyanezt a szerepet. Ana egyébként azonos a kisasszonnyal, Anya a boldogasszonnyal, Aja pedig nagy boldogasszonnyal. A betűk formája itt lette a holdjelképet, amely igen sok kultúrában a női erőt jelöli, de hogy miért, az csak magyar nyelven érthető. A J betű formájából még egy fontos jelkép adódik, a forrás vagy a kút jele. Emlékezzünk csak a népmeséinkben a tündérek kútjára, vagy akár az örök fiatalság vizének forrására. Az N betű pedig az oldalbordra hasonlatot ihlette. Mivel a női erőből háromféle is létezik, ezért a kezdeti hármas ciklus, az oktaéder pózálása megháromszorozódik, és háromszor háromra módosul. Pont X kereszt, pont X kereszt, és pont X kereszt.
Mindeddig megismertük a téridő, vagyis a jó szerkezet kialakulását és a benne működő három főerőt, a tüzet, a vizet és a fényt. Másként a férfi erőt, a női erőt és a gyermek erejét. Megint másként a szent háromságot. Amikor azt gondoljuk, hogy mindez kicsit elvonnak tűnik, és őseink bizonyára nem foglalkoztak ilyen mélységig a teremtés tanulmányozásával, tévedünk. Hiszen a díszítő művészetünk jelei épp ezeket a geometriai formákat jelenítették meg a legkülönbözőbb módokon és változatokban. A jó szerkezet forgása felülnézetből adja az X-jelet, a keresztjelet, a nyolcágú csillagot. Mindezt körben, vagy akár önállóan. Oldalról nézve kapjuk a hatágú csillagot és a rombuszt. A rombuszok sora rács mintát eredményez. A kiinduló pontban középen találjuk a kört közepén ponttal, a spirált vagy a jó jelünket. Oldalról ugyanez a kiinduló pont a két ellentétes spirált és a szívet alkotja, az egész együtt pedig hétágú napot eredményez. Az elemek tehát adottak, a változatok száma azonban, mint látjuk, végtelen. A következőkben kalotaszegi, sárközi és buzsáki mintákat látunk. Mindegyik minta a jó szerkezet kialakulásának valamelyik fázisát, vagy a kész téridő valamely nézetét mutatja. A legelső képen a rombusz van, sarkaiban a négy szett hal formával, akár csak a föld teremtésének mondájában. A második képen a két ellentétes spirálból születő oktaéder látható. A következő csoportban egy újabb rombusz, majd a jó jelünk és egy hatágú csillag jelenik meg. Itt a dobójelet, egy szívet és két ellentétes spirált látunk. Megint spirálok, majd egy hétágú nap következik. Nyolcágú csillag közepén a J betűnkkel, hétágú csillag, majd egy újabb szív. Végül pedig X-jel és kereszt, rácsminta, illetve a spirálokból születő rombusz képe jelenik meg.
Most pedig térjünk vissza a kereszthez, illetve a jó szerkezethez. A kereszt tény, akárcsak a jó szerkezet, és hogy még inkább lássuk, mennyire is tény, nézzünk meg néhány további bizonyítékot. Kezdjük például a számokkal. Az ősi magyar számrovás számai szinte pontosan olyanok, mint a római számok. Vagyis inkább fordítva, a római számok olyanok, mint a magyar számok, hiszen a rómaiak az etruszk számokat vették át. Az etruszkok pedig, mint tudjuk, magyarok voltak. A mi magyar számaink viszont teljesen eredetiek, ugyanis magából a jó szerkezetből születtek, mégpedig a következőképpen. A nulla az oktaéder közepe, vagyis a pont. Másként a jó. Pont jó szoktuk mondani, és mint látjuk, nem véletlenül. A függőleges tengely az egyes. Vízszintesen látjuk a tízet. Az oktaéder együtt ad egy hatágú csillagot, a százat. A forgás váltakozása pedig a dobói jelet mutatja, a tankerekét, az ezret. A nulla ezek szerint a női erő megfelelője. A tíz a férfi erőjé, amire maga a szó is utal, hiszen a tíz csupán a tűz egyik változata. Az oktaéder a száz, forgással együtt pedig már ezer. Ezekkel a számokkal a tízes számrendszerben elég körülményes számolni, úgyhogy adódik a kérdés, nem más számrendszerre készültek-e eredetileg ezek a számok, hiszen az oktaéder felépítése sokkal inkább a hatos számrendszernek kedvezne. Röviden már érintettük a számtani jeleket. Az X, vagyis a tűzerő betűje a szorzás jele, az egyenlőszárú kereszt az összeadásé. Az R betűnk a vízszintes vonal a kivonásé, illetve az osztásé. Mindegyik számtani jel az oktaéderből ered. Az egyenlőség jele a G betűnk, melynek jelentése 1. Az írásjelek ugyancsak az oktaéderből, vagyis a jó szerkezetből alakultak ki. A pont nem más, mint az oktaéder közepe, a jó. Amikor lezárunk egy mondatot, a ponttal nyugtázzuk, hogy rendben, jó, vége. A kérdőjel a szó. Ez a függőleges vonal, O a spirál. A kettő együtt azt kérdezi. Szó. Ponttal a végén pedig így hangzik a kérdés. Jó szó? A felkiáltójel felszólít, hogy szólj, hiszen a függőleges vonal az S, a pont pedig a jó. Együtt szólj. Mindebből kiderül, hogy az írásjelek eredetileg teremtő parancsként működtek, akárcsak a számítógépes nyelvekben a különböző kódok. Ha egy kicsit tovább gondolkodunk, valószínűleg kiderül majd, hogy a magyar nyelv és rovásírás nem más, mint a teremtő által a teremtéshez használt 7-dimenziós programnyelv, amelynek itt a Földön a második-harmadik dimenzióját érzékeljük. Olyasmi, mint egy térbeli jelekből álló kirakójáték, amelyből a legkülönbözőbb és legváltozatosabb élő formákat lehet összerakni. Igen, igen, és mi ezt a teremtő nyelvet beszéljük. De tényleg mindannyian egy nyelvet beszélünk? A film elején azt ígértem, hogy a magyar tudásból kiderül, van-e Isten. Az Isten szavunkat már megismertük, és az is kiderült, hogy Istennek a földre születő vagy születendő teremtőt nevezték őseink már hosszú idővel születése előtt. A teremtő szavunk így is értelmezhető. A terem töve, vagyis annak a térnek az eredete, ahol élek, magyarán az oktaéder közepe. A mindenható szavunk ugyanezt támasztja alá, hiszen azt mondja. Minden hat hú. Ami annyit jelent, hogy minden dolog hat spirálforgásból áll. Az O betűnk a spirálforgás,
és a jó szerkezet hat ága hat spirálisan forgó részből tevődik össze, azaz mindenható. A magyarok istene tehát a testbe született teremtő, a teremtő pedig a jó szerkezet maga, a világ legkisebb és legnagyobb építő kockája, amelynek a közepében ott a Szent Szellem, vagy épp a Szentlélek, a hetedik összetevő. Maga a teremtő tudat, amely ezt a nagyszerű és változatos világot létrehozza, belevetíti a téridőbe. A teremtés már említett három ciklusa a három hetes számmal jellemezhető, ami a mesében nem más, mint hetet hét ország. Ezért volt nálunk táltos a hetedik gyermek, ezért ünnep a hét utolsó napja, ezért újul meg az ember minden hetedik évben, és ezért nélkülözi minden középponttal nem rendelkező dolog az isteni közreműködést. Mert lehet a középpont nélkül is teremteni, ám azt a fajta teremtést egy egészen más erő felügyeli, amelynek nem véletlenül éppen 3-6-os a száma, és a teremtésének eredményét nyögjük mindannyian itt a Földön. Ki és hogyan járul hozzá a hatos általi teremtéshez? Mindenki, aki szer nélkül akar bármit létrehozni, akit nem a szer etet. Mindenki, aki tagadja a középpontot, aki megtagadja Istent. A teremtés ereje mindig a középpontból, magából a teremtőből táplálkozik. Innen jön az ihlet, az ötlet, a teremtő gondolat. Egy kis isteni terminál mindegyikünkben működik, ezért ha a szer segítségével teremtünk, mindig az isteni terv szerint dolgozunk. Amikor a szer etet minket, annyit jelent, hogy a teremtőtől kapjuk az erőnket. A szertelen ember össze-vissza a terv nélkül működik. Ezek szerint tudunk szertelenül is teremteni, ha kihagyjuk a dologból a teremtőt. A szertelen teremtésnek azonban szertelen világ lesz a vége. A középpontos teremtést a hetes szám jellemzi, míg a középpont nélkül itt leginkább a hatos. A hatos teremtést az ördög működteti méghozzá itt a Földön igencsak sikeresen. A hat alom, vagyis a hatalom középpont nélkül uralmat jelent mások felett. Ha a teremtés nem a szerből ered, nem a szer eteti, abban az esetben nem az egységre törekszik, hanem a többiek leigázására, mások feletti uralomra. A középpont üres, így a teremtő helyét valaki elfoglalja, magyarán valaki Istent játszik. Nagyon egyszerű tehát megállapítani, mely rendszer hatos és melyik hetes. Amelyik szereteten alapul és együttes jólétre törekszik, természetesen hetes rendszer. Amelyik viszont hatalmasokat és gazdagokat gyárt, egyik embernek hatalmat ad a másik felett, kétségtelenül a hatos műve. Ha elgondolkodunk mai világunkon ebből a szempontból, azt gondolom egyértelmű, hogy a mai pénzrendszer, politika, oktatás, vallás és egészségügy melyik számhoz tartozik. Ahol hat alom van, ott nem a szer etet, vagyis nincs szeretet. Ahol a szer etet, ott bizony hat alom, és egy hetedik a középpont van. Az oktaéderek hálózatot alkotnak, mégpedig jó esetben a 6 plusz középpont, vagyis a hetes szerveződés szerint. A H betűnk, a háló kezdőbetűje éppen ezt a kapcsolatot jelöli. Őseink hajfonatai is ezt a H betűt formázták. A hálózat arra jó, hogy egyben tartja, erősíti a háló tagjait. Köztudott, hogy az azonos fajta növények jobban fejlődnek és egészségesebbek akkor, ha többen vannak egy csoportban, mint ha egyedül élnek. És ez az emberi csoportokra is érvényes. A magyar hálót, az összetartozás érzését a magyar nyelv, jelrendszer, a népszokások, ünnepek, egy szóval a hagyomány tartja össze. Amint ezek az erők nem működnek, a háló magányos darabokra esik szét, és egyedei sebezhetőkké válnak. Amennyiben tehát egészséges, boldog magyar népet szeretnénk, először is ezt a magyar hálót kell újra működésbe hoznunk. Idegen elvek, jelképek, idegen hagyományok minden esetben rombolják a magyar háló erejét.
Minden népnek van ilyen erőhálója, amelyik mindegyik népnél sajátos mintázatot alkot, más-más frekvencián rezeg. A frekvencia más néven ritmus. Vannak középpontos hálózatok, ilyen a miénk, és vannak olyanok, amelyek nélkülözik a középpontot. Azok a magyarok, akiket nem a szer etet, előbb-utóbb más hálózatokra csatlakoznak. Gondolom, senki nem lepődik meg rajta, ha azt mondom, hogy a magyar háló frekvenciáját leginkább a csárdás ritmus és ősi pentaton dalaink hangjai erősítik. Nézzük csak meg, milyen geometriai formát hoznak létre a csárdás alaplépései. Kettőt jobbra, kettőt balra, majd forgás. Ez a mozgássor pontosan illik az eddig megismert geometriának. Mi magyarok addig nem tudjuk megoldani a nemzeti problémáinkat, amíg vissza nem térünk a saját istenközpontú erőhálónkhoz. Nem segíthet rajtunk sem pénz, sem hadsereg. A pénzrendszer és az erőszak hatos megoldások, hisz hat halmon alapulnak. Aki az erőszakot, a hatalmat képviseli, képtelen csatlakozni a magyar hálóra. Amíg ezt nem értjük meg, nem jutunk előbbre, sőt egyre csak rontunk a helyzetünkön. Ez az egész tényleg nem más, mint tény, mégpedig kereszt tény. Ha van szer, vagyis kereszt alapú teremtés, van magyar háló. Ha nincs ilyen, eltűnik a magyarság, illetve átalakul és fennakad valamelyik más nép erőhálóján. Amikor sútba dobjuk a hagyományainkat, magunk alatt vágjuk a fát, mert a saját erőhálónkat tesszük vele tönkre, és más népeket erősítünk a sajátunk helyett. Ez akkor is így van, ha a cél látszólag nemes, például amikor más népek vallásához csatlakozunk. Más népek vallásával együtt jár, hogy a jelképeiket is átveszünk és használjuk. Így átveszünk az ő ritmusukra, és életerünket is az idegen nép hálójáról adjuk vesszük. Hogyan erősíthetjük hát a saját népünket? Értelemszerűen úgy, hogy a saját ősi magyar jelképeinket használjuk a lakásokban, a házakon, a ruháinkon. Énekeljük a népdalainkat, és táncoljuk a régi táncainkat. Vigyázunk a nyelvre, amelyet beszélünk, és nem hagyjuk, hogy elhatalmasodjanak rajta az idegen kifejezések. Tanítsuk meg mindezt a gyermekeinknek. Olvassuk nekik a magyar népmeséket, és tanítsuk meg őket a hagyományokra. Tartsuk meg az ünnepeinket nagy családi körben, főzzük a hagyományos ünnepi ételeket, és nagyon vigyázzunk a családi kapcsolatokra. Ha választani kell az idegen és a magyar termék, az idegen szívű és a magyar szívű ember között, a magyart igenis részesítsük előnyben. Nem világpolgárnak születtünk, hanem magyarnak. A világpolgár sehol sincs otthon, mi viszont pontosan tudjuk, hogy hol a hazánk. Gyakoroljuk az ősi magyar meditációt, amely nem más, mint a szertartás. A szertartás nem valamiféle hókusz-pókusz, hanem a szer megtartását jelenti. A szerkereszt a fény jele. A szer megtartása annyit jelent, hogy képesek vagyunk a középpontunkban megtartani és sugározni a fényt. Ezt értelemszerűen csak akkor érjük el, ha a szer etet minket. Amikor a világot felépítő két ellentétes erő egyensúlyban van bennünk, megszületik a szer, a harmadik erő. Ilyenkor harmóniában élünk. A harmónia állapotát mindenki másként éri el, ahány ember annyiféleképpen. A régiek nem meditáltak tanfolyamokon vagy jogatermekben, hanem például leültek a tűz mellé egy pohár borral, elmerengtek, miközben gondolatban a teremtővel beszélgettek. Voltak azután, akik inkább doboltak, és így kerültek a harmónia állapotába. Mások táncoltak, megint mások énekeltek, hímeztek, faragtak, kiki kedve és tehetsége szerint. A merengés természetes állapot, és ha hagyjuk, magától létrejön. A Krisztus szíve szobrokon Krisztus pontosan a szert tartást mutatja. Tartsd a szívedben a szert,
és akkor folyamatosan a szerkezett téged. Így mindig a teremtő áll a teremtésed középpontjában. Most pedig nézzük meg, hogyan lesz a három kozmikus főerőből a négy elem. Gondolom, még emlékszünk a jó szerkezetben működő három kozmikus főerőre és a jeleikre. A kozmikus víz, vagyis a női erő jele a kör közepén ponttal, a J betűnk. A női erő befelé-lefelé forog, mint egy vízörvény. A kozmikus tűz, vagyis a férfi erő jele a nagy X, B betűnk. A férfi erő kifelé-felfelé forog, akár csak egy vulkánkitörés. A kozmikus fény másként a fiú vagy a gyermek jele, az egyenlőszárú kereszt, a szer, D betűnk. A kozmikus fény az egyensúly állapota. A három erő tehát állandó forgásban van. A forgás O betűjével adják a jó, jobb, jód szavainkat. Ez a három erő forma az anyagban három elemként, mint víz, tűz és föld jelenik meg. A negyedik elem a forgás, a szél, másként a levegő. A kozmikus vízerőből víz lesz, a kozmikus tűzerőből tűz, a kozmikus fényből pedig föld. No, de mi köze lehet a fényhez a fekete földnek? Ha értünk magyarul, mindjárt kiderül. A föld másik neve ugyanis sár. A sárga színünk érdekes módon a fényszíne, a sártás szavunk pedig az oktaéder, a jó szerkezet tánca. A teremtés történetben aranyatya sárból formázza az embereket. A sár tehát nem más, mint a kozmikus fény, a szer megjelenése az anyagban. Az összefüggés egyértelmű. A föld az az anyag, amelyből élet fakad. Hiába ültetünk magot aranyba vagy gyémántba, soha nem kell ki. Ám az anyagföldben rögtön kihajt. Őseink a három kozmikus főerőnek lótták le tiszteletüket, amikor a szertartások alkalmával földre locsantottak egy kis bort. A bor, főleg a vörösbor egyébként, a tűzerő és a vízerő egyesülése egyensúlya. Krisztus ezt mondta a borra: ez az én vérem, mely értetek adatot. A magyar hálót erősítjük azzal, ha házainkat az ősi térrendezési elvek szerint építjük. A lakásainkban az ősi jelképeket használjuk. Gondolom már nem meglepő, ha azt mondom, hogy a magyar térrendezés alapja a jó szerkezet. Amikor házat építünk, nem teszünk mást, mint ezt a jó szerkezetet felállítjuk a földünkön, és engedjük, hogy működjön. Az ős magyarok ilyen házakban laktak, a jurtákat csupán utazáshoz használták. Nincs jó szerkezet, így tehát ház sem, négy sarok nélkül, és ezt a régiek pontosan tudták. Nem elég azonban a négy sarok, a háznak közepe is kell legyen, hiszen egyébként nem a hetes, hanem a hatos szellemében működik. A régi házak közepén éppen ezért volt egy oszlop, amelyet a palócok például boldoganyának hívtak. A házhoz tartozott még egy piramis formájú tető, a jó szerkezet teteje. A csúcsos tető nagyon fontos kellék, mert az életerő antenna szerepét tölti be. Ha az ilyen formán megépített házat ugyanis keletre vagy délre tájoljuk, megkapjuk azt a jó szerkezetet, amely könnyen a magyar hálóra hangolódik, erősítvén a bennlakókat. A lapos tetős házak nem kapcsolódnak a magyar hálóra, szellemtelenek, ezért lakóiknak jócskán megnehezítik az életét. A jó szerkezet jótékony hatása persze csak akkor igaz, ha a házat nem tömjük tele idegen jelképekkel, hanem a saját szimbólumainkkal díszítjük. Istentérbeli rovás jele a ház szerkezetében is olvasható, ami annyit jelent, hogy régi házaink minden lelki segítséget, spirituális védelmet és életerőt megadtak az élethez.
Az is elgondolkodtató, hogy sok ezer éves történelmünk alatt, az utóbbi 70 évet kivéve, nemigen akadt a magyaroknak olyan korszakuk, amelyben elszakadtak volna Istentől. Ellenkezőleg, mindig nagyon szoros volt a kapcsolat, és ezt nem szellemi elmaradottság okozta, hanem a miénknél sokkal fejlettebb spirituális tudás. A Magyar Ház egyfajta antennaként működik, és a magyar hálóról veszi az adását. Megerősítjük a vételt, ha a tetőre csúcstiszt állítunk, például egy hegyi kristállyal megerősített kettős keresztet vagy hétágú napot. A jelképek meghatározott mérhető frekvenciával rendelkeznek, a hegyi kristály pedig tárolja és felerősíti ezt a ritmust. Ennek okán a ház négy sarkát is erősítjük meg egy-egy legkevesebb 5 cm átmérőjű hegyi kristállyal. A ház az a jó szerkezet, amely fizikai és lelki értelemben véve védelmez minket. Akárcsak az ember, a ház is három részre tagolódik: testi, lelki és szellemi részre. A szellemi rész a tető. Ha hiányzik a csúcsos tető, az pontosan olyan, mint a fej nélküli ember. A fejetlenség pedig igen nagy káoszt okoz. Ha megnézzük a mai városainkat, nagyon sok lapos tetős házat találunk. Bevásárlóközpontokat, sok emeletes lakóházakat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, gyárakat és raktárakat. A jó szerkezet középpont nélkül a hatos teremtés szolgálja, ezért a magyar házban mindig kijelölték a középpontot egy oszlop vagy házi oltár segítségével. A középpontban a három kozmikus főerő, az apa, az anya és a gyermek jeleit helyezték el. Ugyanígy működött a település középpontja, a templom. A templomot őseink a település legmagasabb pontjára építették, hogy semmi ne zavarja a templom életerő és információ átadó-átvevő feladatát. A templomot akárcsak a házat optimális esetben keletre tájolták, ugyanis az élet szempontjából a keleti és a déli nap ereje meghatározó. A keleti nap tisztító, míg a déli feltöltő erővel rendelkezik. A magyarok szent iránya egyébként a keleti irány. Amennyiben a házunkat ezen elvek szerint építjük, és a közepébe a teremtőt költöztetjük, biztosak lehetünk benne, hogy biztonságban és békében élhetünk, hisz a teremtő erejénél nincs nagyobb erő a világegyetemben. Ez az erő bármilyen negatív hatást képes semlegesíteni, vagy visszájára fordítani. A jó szerkezet másik magyar neve sár. A föld vagy a sár a kozmikus fény anyagban megjelenő életet adó formája. Őseink épp ezért sárból építkeztek, vagyis olyan anyagból, amely az élet nélkülözhetetlen feltétele. A magyar erőhálót erősítjük, amikor ősi jeleinket használjuk a házainkban, a lakásokban. Itt azokat az alapjeleket mutatjuk be, amelyeket a film során már többször is láthattunk. Az alapjelek a díszítő művészetben természetesen nem ilyen egyszerű alakban, hanem a képzelőerő meg annyi megnyilvánulásaként jelennek meg. Színesen, változatosan, szebbnél szebb formában. Thank you.
Vajon hogyan működnek a jelek? Hogyan képes egy ősi jelkép megváltoztatni az ember rezgését, frekvenciáját? Pontosan úgy, ahogyan a hangvilla kísérletben átadja egyik hangvilla a másiknak a rezgését. Tegyünk egymás mellé két azonos hangra hangolt hangvillát, és az egyiket szólaltassuk meg, miközben a másikhoz hozzá se nyúlunk. Rövid idő után azt veszük észre, hogy a másik hangvilla is rezgésbe jön, vagyis megszólal. Ugyanígy hatnak ránk az ősi teremtés jelképek. Átadják nekünk a rezgésüket, és mivel a rezgésük a középpontból, a szerből ered, így felemelnek, életerővel látnak el minket. Ezért nagyon fontos, hogy a ruháinkon, a lakásunkban, a környezetünkben ezeket a jelképeket használjuk. Más, számunkra negatív vagy idegen szimbólumok éppen fordítva hatnak, lehangolnak bennünket, életerőt vonnak el tőlünk. Isten rovásjelünk azonos a keresztre feszített Krisztus jelével. Ádám és Éva neve magyar rovásjelekből ered. A Szent Hármasság, a három kozmikus erő jelei és nevei a magyar nyelvből és a rovásjelekből születtek. A két főerő, a jó és a szívjelkép, az első spirál ugyancsak. A női erő hold és vízjelképei, a férfi erő tűzjelképe, a fiú fényereje, a szerkereszt, mind-mind egyedül magyarul magyarázhatók összefüggésükben. A téridő jó szerkezete magyar rovásjelek térbeli ligatúrája. A teremtés különböző fokozatai magyar jelekkel és szavakkal írhatók le logikus sorrendben, ahol a geometria, a rovásjel és a kialakuló szó tökéletes egységet alkotnak. A számok, az írásjelek, a számtan alapműveleti jelei a jó szerkezetben találhatók. Lehetséges, hogy mindez csupán véletlen egybeesés? Mert ha nem, akkor vonjuk le végre a következtetést. Mindezek a nevek, jelképek máig fennmaradtak a világ különböző pontjain a vallásokban, különféle tanokban és persze a kereszténységben, ám sehol nem értik, nem is érthetik meg mindezt teljességében, mert mindez kizárólag magyarul érthető. Kereshetjük a múltunkat a világ összes pontján, kereshetjük a megvilágosodást más vallásokban, önjelölt és nem önjelölt mestereknél. Ám nem fogjuk máshol megtalálni, mert mindig is itt volt és van az órunk előtt, itt a Kárpát-medencében. Ez a tudás a magyarok és az egész föld kereszténysége, amelyet csak akkor nem métejezhet meg többé a hat alom, ha ezúttal nagyon vigyázunk rá. Ne feledjük, hogy akit a szer etet, a világegyetem középpontjával Istennel együtt teremt. Ám akit nem a szer etet, középpont nélküli teremtésben vesz részt, olyanban, ahol csupán hat alom van. A szeretet tehát nem valamiféle szentimentális érzelem, hanem Isten maga. Két utunk van, vele vagy nélküle. Íme a három kozmikus főerő jeleinek, jelképeinek összefoglaló táblázata. A táblázatból az is látszik, mikor voltak eredetileg a nagy ünnepeink, hiszen ez a csillagok állásából pontosan kiderül. A női erő, az Isten anya csillag képe a nagy kutya, központi csillagával a Sirius-szal. A csillagkép formájából adódik a hátratekintő szarvas szimbólum. A nagy kutya a Sirius-szal január 1-én kezdi meg újabb körét az égbolton. A női erő akkor éri el tetőpontját, amikor a hold is megtelik, tehát a női erővel is kapcsolatos ünnepek mindig bevárják a teli holdat. A férfi erő, az Isten apa csillag jelképe az Orion, amelynek az égi képe éppen egy nagy X, és állatszimbóluma a bátuc.
Az Orion december 13-án újul meg minden évben. A gyermek erejét a naprendszer, azon belül is a nap képviseli, állatjelképe pedig a turul, vagyis a sólyom. A napnak négy fontos időpontja létezik. A téli és a nyári napforduló, a tavaszi és az őszi napi egyenlőség. A három főerő nevezetes időpontjai tehát a következők. December 13 az Isten apa ünnepe. Ma Luca napja. A Luca név jelentése egyébként fény. December 21 az Isten fiú ünnepe. Ezekben a napokban ünnepeljük a karácsonyt. Január 1-e az Isten anya ünnepe. Ekkor ünnepeljük az új évet. Március 21 az Isten fiú és az Isten anya együttes ünnepe, ami a mai húsvét, ugyanis húsvét minden évben bevárja a tavaszi napi egyenlőséget követő teli holdat. Aztán a nyári napforduló és az őszi napi egyenlőség megint csak az Isten fiú ünnepei. A teremtő testbe születésével a jelképek végre emberi alakot vehettek fel. Így lett mára az Isten anya jelképe Szűz Mária, a gyermek szimbóluma Krisztus, és az apa istené pedig Szent József. Akiben ezek a nevek a Bibliát és a zsidó történelmet idézik fel, nyugodjon meg, mert mint az eddigiekből kiderült, nem sok közük van egymáshoz. A megváltót a magyarok már évezredek óta várták, mert pontosan tudták, hogy egyszer betölti majd az Istent jelentő rovás jelét. Amíg ez nem történt meg, ősi keresztény vallásunkat gyakoroltuk, ám amikor megtörtént, a jelképeinket kicsit át kellett alakítanunk a krisztusi rendszer szerint. És ezt Géza fejedelem majd Szent István hatására meg is tettük. A váltás nem okozhatott különösebb gondot. Gondot okozott viszont később az egyház 6 almon alapuló rendszere, amely már nem a szerből született. Épp ellenkezőleg, a hatos teremtést akár azt is mondhatom, hogy az ördögöt szolgálta. Mi több, szolgálja ma is, mindaddig, amíg a meghamisított és elferdített tanokat tanítja. Az elferdített tanokat célszerű volt latinul adagolni a népnek, akik így eleinte szinte semmit nem értettek meg belőle. Később persze kiderült a turpisság, ám az elferdített tanokat és az egyházi hatalmaskodást a magyarok egy részének gyomra nem vette be. Ezért keresték az utat, hogy visszatérjenek ősi vallásukhoz. Ami a történelmünk folyamán számos összetűzéshez és testvérháborúhoz vezetett, vagyis a hatos teremtés bizony elérte a célját. Kik vagyunk mi magyarok? Egy biztos. Nem vagyunk finnugorok, és nem vagyunk lovas nomádok sem. Ez gondolom jó hír mindazoknak, akiknek nincs sok affinitásuk a lovakhoz meg a nyilazáshoz, és sátorban semigen szeretnek lakni, még ha jurta is az a sátor. A jurtákat őseink is, csak úgy, mint mi, sátorozásra használták, vagyis átmeneti lakásnak. Az a nép, amelyik ilyen szintű kozmikus tudással rendelkezik, nem másoktól tanult, hanem másokat tanított, kultúrák bölcsője volt, a tudás magját őrzi és őrizte. Az egyik legközelebbi kultúra, amely a magyar tudásból nőtt ki, a római. A római kultúra szinte mindent az etruszk magyaroktól vett át, tőlük tanult, majd halálra tiport a tanítóját. Nézzük meg az etruszk magyarok hátrahagyott épületeit, hídjait, városait, vízvezetékeit, freskóit, ékszereit, ételeit, borait és magason fejlett művészetét. Így meglátjuk, milyen volt a magyar kultúra igazából. Aki kételkedik az etruszkok magyarságát illetően, olvassa el az Etruszk Magyar Aranylemezek Titka című könyvemet, amelyben rengeteg megcáfolhatatlan bizonyítékot talál. Nem óvatos feltételezéseket, nem finomkodó talán esetlegeket, hanem tényeket. Az etruszk magyarok alakították ki Európa első fejlett kultúráját, mintegy 8000 évvel ezelőtt. Városokban és házakban laktak, nem pedig jurtákban, és eszükben sem volt folyton vándorolni. Aki ma a filmben vázolt magyar utat akarja járni, nem lesz könnyű dolga, mert szembe megy a világgal és szembe megy a magyarok nagy részével is. Szembe megy nemzeti és nemzetellenes dogmákkal, szembe megy egyházakkal, önjelölt mesterekkel,
a múltban élő fantasztákkal, a saját sikerüket kovácsoló, a nemzeti eszmét meglovagló szerencselovagokkal, és még hosszasan folytathatnám a sort. Aki ennek ellenére mégis elindul, egyszerű, tisztességes, józanul gondolkodó, tiszta szívű embereket kap utitásul, és mellé sok-sok nehézséget. Ám a nehézségek elviselésére kap egy jó szert is. Csak legyen ereje megtartani. Keres egy nyugodt helyet, lehetőleg a házi oltár előtt. Az oltár, mint a nevéből is kiderül, oltalom céljából készül. Írd le egy tiszta lapra a kérdéseidet. Egy dolgot azonban soha ne felejts el. Helyetted senki nem fogja megoldani a problémákat, de ha már keresed a megoldást és elindultál valamerre, mindenképpen megkapod a segítséget. Segíts magadon, és Isten is megsegít. Most pedig pihenj és érezd jól magad. Kérd meg a Teremtőt, hogy legyen mindvégig veled. Miután elhangzott az isteni áldás, egyél egy falat kenyeret, és igyál egy korty bort. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet. Hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak, és legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyírszavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Végül legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Most pedig képzeld a fénykeresztet a szívedbe, és tartsd ott a szert. Amíg a fénykereszt a szívedben van, a szer eted téged. Tedd fel a kérdéseidet, és halld, lásd vagy érezd a válaszokat. Addig maradj így, amíg csak jól esik. A beszélgetés végén pedig add tovább az isteni áldást minél több embernek. Ez a film önmagában egy kész tanfolyam anyaga, nem kell semmiféle szellemi mester a megértéséhez. Ha valaki mégis elakad és kérdései merülnek fel, bármikor megtalál a honlapomon szereplő e-mail címen, ahol szívesen válaszolok a kérdésekre. A filmben a rovásjeleknek az eredeti alapformáját használtam, és nem a ma használatos rovás ABC-t. A ma használatos ABC többféle lejegyzett ABC alapján megegyezéses alapon jött létre. Az általam használt geometria ezeknek az ABC-knek a kiinduló pontja lényege. A ferde áthúzások azért alakultak ki később, hogy a betűket ne tudja senki fejjel lefelé használni, vagyis ne tudja negatívra fordítani az erejüket. A könyveim és ez a film is teljes szerzői jogvédelem alatt állnak, és ezt komolyan is veszem. Mert nem szeretném, hogy ebből a tudásból bárki üzletet csináljon, jó pénzért tanfolyamokat gyártson, vallást kreáljon, rossz értelemben vett magyarkodásra vagy bármilyen erőszak indoklására használja, átalakítsa vagy elterjessze, hogy csak ő avathat be bárkit mindebbe. A saját tanítványaim, akárcsak jó magam, nem kérnek pénzt a tanításért, legfeljebb jó szívvel adott adományokat fogadnak el. Ennek oka, hogy senkit nem lehet kirekeszteni az isteni tudásból azért, mert nincs rá elég pénze. Ez a tudás olyan, mint a mesékben a csodatévő ládika, amely a becsületes jószívű lánynak temérdek kincset adott, de a kapzsi, számító, erőszakos asszonynak csak kígyókat termett. Az itt szereplő tudást mindenki maga ellenőrizze a lelkében, és ne felejtse el a józan eszét sem használni. Ha összefüggő, egymásra épülő, logikus tudásra lelt,
Akkor viszont ne habozzon, ne kérje ki mások véleményét sem hozzájárulását, hanem éljen vele.